Ha kíváncsiak vagytok, megmutatom, hogyan zajlik nekem egy napom egy esküdben. Tartsatok velem! Már előző este feltöltöttem az összes aksit, és összekészítettem a technikát. Jó utat, vezess óvatosan! Az utazáskor nem csak szép tájakat láthatok, de közben felkészülhetek a napi teendőimre. Mikor kell a hangot hova beszerelni? Kivel kell egyeztetni, milyen helyszínekre kell menni. Meg is érkeztem Renyi és Gábor esküvőjére, Veresegyházra, az Eden Lounge-ba, egy tóparti rendezvényházba. Belépve elém tárul a fantasztikus dekor, japán cseresznyefákkal. Gyorsan beköszönök, épp csak elkezdték a sminket, úgyhogy még van időm a dekorról lőni pár felvételt, amíg még senki nem nyúlt az asztalokhoz. Közben megérkezett a többi kolléga, és lázasan készülnek. Szahalka Dani fotósunk, Csedő András lesz a DJ-nk, Jekkel Dani pedig a CM. Hello Dani! Hello! Gyors készülődés után elhelyezem a mikrofonokat, Andi segítségével a keverőből veszem az egyik hangot, a szertartás vezetőjét, a másikat a vőlegény zakója alatt rejtem el. Na, jó lesz, mikrofon eldugva. Jó? Mindjárt kezdődik a szertartás. Nagyon izgul mindenki. Igen. A szertartás jól sikerült, és már mennek is tovább az események. Fontos időponthoz érkeztünk, a köszöntő beszédek. Ti ketten szeretitek egymást. Itt is kettő hangra kell odafigyelnem. A legfontosabb hangom a mikrofonból jön, a másik pedig az atmoszféra. Először szólíthatom a mennyasszonyomat, feleség meg. Vacsora után már nincs más hátra, mint bulizni.